7 millió forintból újította fel a 60-i Robert Bosch elektronikai Kft. Az osztálytermet és a hozzátartozó folyosót. Emellett a terembe bútorokat és tanulást segítő eszközöket is vásárolt. A Szent István Általános Iskolában így már 3 Bosch osztályban, összesen 66 gyermek tanulhat. As most of you also have personal kids, I myself has 3 sons. Nekem is van 3 fiam, így tudom, milyen fontos, hogy a gyerekek megfelelő környezetben tanuljanak. A Bosch ebben is szeretné segíteni a 60-iakat, ezért támogatja a helyi óvodákat és iskolákat. So it's very important that kids are getting the education they need to cope with that future. A 2013-2014-es tanévben indult el az első általános iskolai Bosch osztály. Az itt tanuló gyerekek számára reggel 6 órától 8 óráig és 16 órától 18 óráig tanári felügyelettel folyik az oktatás. Ezen osztályokban iskolaotthonos oktatás folyik. Úgy gondolom, hogy az iskola otthon, ez nagyon sok szülőben kelt egy képzetet, mert esetleg ő maga is iskola otthonos osztályban tanult. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek egész nap vannak, tehát délelőtt és délután is, és a tanórák és a szabad programok, azok váltakoznak. Tehát délelőtt is van tanóra, és délután is van tanóra. A Robert Bosch elektronikai Kft. A mostani, illetve a következő tanév kezdetéig 48 millió forintos finanszírozást biztosít az iskolának a 60-i önkormányzattal kötött együttműködés alapján. Nagyon fontos az, hogy a város legnagyobb cége társadalmi szerepvállalás kapcsán megjelenik a mindennapjainkban, megjelenik a város életében, és oktatási intézményeket, hiszen itt az óvodát is beleértem, segít. És nagyon fontos az, hogy megtaláltuk a közös hangot, megtaláltuk azokat a vonalakat, amelyek mentén együtt tudunk működni, és eredményeket tudunk elérni. A felújítás mellett a Bosch egy udvari ivókutat is kialakított a Szent István Általános Iskolában. A cég ezzel a vizek védelmére és a takarékosságra szeretné ösztönözni a gyerekeket. Az ünnepségen a Gesztenyéskert óvoda növendékei és a Szent István Általános Iskola tanulói adtak műsort.